Megemlékezés Mária Pócson, az utolsó magyar herceg prímás Mindszenty József emlékére állítottak szobrot a hétvégén. Gyakorlat a Tiszán nagy mennyiségű kommunális hulladék eltávolítását szimulálták a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakemberei a folyó Vásárosnaményi szakaszánál. Korszerűbb körülmények, több mint 52 millió forintból fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés és teljes körű szigetelés is megvalósult a nyíregyházi egyes számú idősek klubjában. Mindszenty József bíboros emlékére avattak szobrot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mária Pócson szombat délután. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az utolsó magyar hercegprímás a magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja. Felemelte a szavát többek között a zsidó üldözéssel szemben és a rendek bezáratása ellen is. A bíborost hamarosan boldoggá avathatják. Erről a Mindszenty Alapítvány elnöke Habsburg Lotaringiai Mihály beszélt az ünnepségen. 72 évvel ezelőtt Mindszenty József együtt ünnepelte a görög és római katolikus egyház egyesülésének 300. évfordulóját, valamint a Mária Pócsik egykép könnyezésének 250 éves jubileumát Mária Pócson. A prímás emlékére Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrált szentmisét a Nemzeti Kegyhelyen szombat délután a Kisboldogasszony napi búcsúval egyidejűleg. Az utolsó magyar herceg prímás emlékére ezután szobrot avattak a település római katolikus temploma előtt, amelyet Bíró Lajos szobrászművész készített. A szobor állítását Kis András, a megyei közgyűlés tagja kezdeményezte. Hiszem, hogy ez a szobor jelként áll itt, jele a mindenható Istenbe vetett hitünknek, és annak a hithez való ragaszkodásnak, amely talán Mária Pócson különösen is érezhető, és ez a megmaradásunk záloga. Mindszenty József a II. Világháborút követően bírálta az ország közállapotának romlását, a féktelen terrort, a kommunisták a politizálás vágyát emelték ellene. 1948-ban letartóztatták, a hírhet AVH központban kihallgatták és megkínozták, egy koncepciós perben elítélték. Mindszenty 1975. május 6-án hunyt el. 1989-ig nem mondhattak érte nyilvánosan meghirdetett gyászmisét. Halálának hírét alig említhették meg a sajtóban, külföldön azonban már halála után nem sokkal szoborállítással emlékeztek meg róla. A Jóisten olyan példaképeket ad számunkra, magyarok számára, akik vérzivarattalos időben vállalva hitüket és meggyőződésüket vezetik az országot. Nos, Mindszenty bíboros ilyen ember volt, és ezért hálát adok Jóistennek, hogy a mi generációnk képes arra, hogy békében emléket állítson neki. Soltész Miklós államtitkár az ünnepségen úgy fogalmazott, Mindszenty József élete kiemelkedően példaértékű a katolikus egyház nagyjai között. Felemelte szavát, és védte is az üldözött embereket. A II. Világháború vége fele Magyarországon felerősödött zsidó üldözéssel szemben is nagyon határozottan kiállt, és mentette is őket, például a Veszprémi püspökségen. És védte egyházát, és mindaddig, amíg lehetett, fölemelte szavát az egyházak üldözése, rendek bezáratása, iskolák becsukatása, és a sok-sok kegyetlenkedéssel szemben, amit a hívőknek, keresztényeknek, katolikusoknak és más felekezetőeknek is el kellett szenvedniük. A bíborost hamarosan boldoggá avathatják. Az elmúlt hónapokban fontos előrelépések történtek, amíg 1994-ben kezdődött eljárásban. Június 11-én Rómában a Consulta dei Teologi, a Teológusok Bizottság egyhangú pozitív döntést hozott a bíboros életszentségéről. A legnagyobb elismerés, csodálat és tisztelet hangján megállapították az erényes, hősies gyakorlásának megvalósulását. Erre a pillanatra 22 év óta vártunk, és az örömünk végtelenül nagy volt. A Mária Pócsi szobor állítását a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye és a magyar kormány is támogatta.
Nagy mennyiségű kommunális hulladék eltávolítását szimulálták a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakemberei a Tisza Vásárosnaményi szakaszánál. A nagy mennyiségű hulladék a Tisza felső ukrajnai áradásakor szokott a mederbe kerülni, amelyet aztán a folyó a magyar szakaszon rak le az ártérre. A vízügyi igazgatóság a szennyezés folyamatos és egyre növekvő terhelésére készül, ezért kezdték el az eszközhasználat és a technológiák elsajátításának begyakorlását. Fahasábokkal szimulálták az áradáskor Ukrajnából érkező kommunális szemetet a Tisza Vásárosnaményi strandjánál. A Feti Vízik szakemberei a rendelkezésükre álló összes technikai megoldást felvonultatták a gyakorlat alkalmával, amelynek során a különböző szeméttípusok mellett az olajos szennyeződések kiszűrésére is felkészültek. Az igazgatóság védelmi osztagának a munkatársai azt gyakorolják, hogy hogyan tudjuk a különböző merülő falakkal elzárni a Tiszát, abban az esetben, amikor Kárpátaljáról, Ukrajnából a Tiszán kommunális hulladék érkezik. Azt tapasztaljuk, hogy 1-2 méteres áradáskor már ezek a szennyeződések megjelennek a folyón. Ezt folyamatosan figyelik a határtérségben dolgozó gátlőreink, jelentik, és azt tervezik, hogy a Tisza elzárásával koncentráltan tudjuk kiszedni majd ezeket a hulladékokat, és nincs szükség arra, hogy hosszú 10 kilométereken a Tisza partját, a hullámteret tisztítsuk meg az árhullám levonulása után. Tehát a cél az, hogy a különböző eszközöket gyakoroljuk be, hogyan viselkednek a Tiszán, milyen segítséget nyújtanak a hulladék eltávolításához, és nagyon fontos, hogy ezt a rendszert a munkatársaink nagyon rövid időn belül, nagyon gyorsan, precízen meg tudják építeni. Az igazgató hozzátette, miután a szemetet eltávolították a folyóról, el is kell szállítaniuk, hogy azt az esetleges növekvő ár nem mossa mégis vissza a vízbe. Az éles helyzetben több különböző helyszínen is el tudják végezni a hulladékmentesítési munkálatokat. 3 fő helyszín van. Az a lényeg, hogy szeretnénk minél közelebb a határhoz megfogni ezt a hulladékot, hogy minél kevesebb Tisza szakasz legyen ezzel érintve, hiszen ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy védjük a természeti környezetünket, de gondoljunk bele, hogy a turizmus fejlesztését sem segíti egy ilyen látvány, tehát ennek a feladatnak a végrehajtására fel kell készülnünk. A gyakorlat másik fő célja az, hogy gondoljuk végig, hogy milyen egyéb eszközök bevetésére van szükség, hogy hatékonyan tudjuk a munkát elvégezni, illetve a meglévő eszközöket milyen módon kell felújítani, fejleszteni vagy átalakítani, hiszen itt nagyobb árhullámkor ipari méretekben érkezik, tehát több tonna anyagot kell eltávolítani a mederből nagyon rövid idő alatt. A 4 napos gyakorlaton mintegy 115-en vettek részt. A szakértők munkáját a helyi gátőrök mellett közfoglalkoztatottak is segítették. Több mint 52 millió forintból újult meg az egyes számú idősek klubja. A projekt fizikai megvalósítása idén márciusban kezdődött. A fejlesztés során fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés és teljes körű szigetelés is megvalósult. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyert toppos pályázati forrás Nyíregyháza. Az 1 milliárd forintos, 100%-os támogatás 7 olyan épület felújítását tartalmazza, amelyekben elavult energetikai rendszer működik és drága az üzemeltetésük. A kivitelezések 2 ütemben zajlanak. Az első ütem részeként megújult a Vasvári Pál Gimnázium és a Mustárház, most pedig az első számú idősek klubja. Itt egy 53 millió forint körüli összeget jelentett a felújítás, és láthatjuk, hogy a homlokzati szigeteléssel nem csak az energetikai korszerűsítés, hanem az épületek szépsége is teljesen más, megszépült. Szerepelt egy fűtéskorszerűsítés, a kazánokat kicseréltük, az összes radiátort, nyilászáró csere, és itt még ráadásul a tetőt is cserélni kellett. Mindig szembesülünk azzal, hogy általában rosszabb a helyzet, mint elsőre látszik, tehát de hála Istennek egy teljes körű energetikai korszerűsítést tudtunk elérni. A felújítással az Európai Unió szabványnak megfelelő teljes körű akadálymentesítés is megtörtént. Így nem csak a közlekedők, a mosdók is akadálymentesítettek lettek. A Bécsei Közi Intézmény a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ székhelye, ezért itt irodákat is kialakítottak. Körülbelül 15 ember nap mint nap jár ide bedolgozni, az idősek klubja pedig mint szolgáltatás működik.
lakik itt, a város egyik legrégebbi önkormányzati fenntartású idős klubja, 30 engedélyezett férőhelyjel. Itt az idősek jól érzik magukat nap mint nap, járnak ide be reggel 9 órától, olyan délután 3-ig, itt ebédelnek, itt töltik a napjaikat. Az intézmény élményszerű ellátást biztosít az idősek számára. A beruházás célja a komfortérzet javításán túl az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése volt. Berecz János nyerte az időközi polgármester választás Gáva Vencsellő. A vasárnapi választáson a szavazásra jogosultak 59%-a vett részt. 1074 érvényes szavazat született, aminek a Fidesz-KDNP győztes jelöltje a 69,8%-át szerezte meg. A 4000 fős településen azért írtak ki választást, mert a képviselőtestület májusban feloszlatta magát. A hatfős testületbe 14-en jelöltették magukat, 6-an a Fidesz-KDNP tagjaiként, 8-an pedig függetlenként, ennek az eredménye még nincs meg. Az első és legfontosabb lépés, amit a kis tájékoztatónkban is ugyebár a településen kiszortunk, a gazdálkodás stabilizálása. Tehát súlyos anyagi gondok feszítik most a település mindennapjait, napi küzdés folyt a számlák kifizetésével kapcsolatban is, bérek kifizetésével kapcsolatban. Meg kell találnunk azokat a pontokat a település életében, ahol rá kell erősítenünk, mondom, hogy például a közmunkaprogramot, és azokat az erőforrásokat még szintén előszedni, erősíteni, amelyek a település rendelkezésére állnak, turisztika, IKST, táboroztatás, kastélyket, Vencsellőn, Tiszapart, hogy nem mondjam, olyan dolgok, amik nincsenek kihasználva. Új vezető került a Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház élére. Az intézmény és az azt működtető Rejtett Kincsek Down Egyesület célja, hogy egységesítsék az általuk nyújtott oktatási feltételeket az eltérő fejlődésű gyermekek számára. A közeljövőben a Csodavár honlapja és az intézmény is megújul. Buda Barna személyében új vezetővel erősít a Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház. Az új vezető új tervekkel és célokkal váltja Pázmány Viktóriát. Buda Barna a 35 perc című műsorunkban elmondta, a Csodavár olyan lehetőségeket nyújt az eltérő fejlődésű gyerekek számára, ami máshol nem megtalálható Nyíregyházán. Ilyen lehetőség nem nagyon biztosítottak a szülők részére, mert van több helyen ilyen fejlesztési lehetőség, de a pici babát, tehát a megszületésétől kezdve vezethetjük ezeket a fejlesztéseket egészen az óvodáskorig, sőt, akik rászorulnak még az óvodáskor után is iskolába menetelik, ez szerintem nagyon nagy lehetőség a szülők számára, és meg a szakemberek számára is, hogy ezeket segíthetik. Az új vezető azt is hozzátette, a Csodavár és az azt fenntartó Rejtett Kincsek Down Egyesület célja, hogy egységesítsék azokat az oktatási feltételeket, amelyeket a gyerekeknek nyújtanak. A Down Egyesület vezetése nagyon aktív a pályázati eszközök felhasználásában, illetve a pályázatokban. Több olyan nyertes pályázat volt, amivel ezeket a feltételeket biztosítani tudják, és azt hiszem, hogy ismert, hogy 2018-ban megnyílt a budapesti Csodavár is, amivel szintén az a cél, hogy Budapesten is tudják segíteni azokat a családokat, gyerekeket, akiknek éppen erre szükségük van. Buda Barna hozzátette, a Csodavár 2019-ben megújul, új játékokat és új terápiás módszert is bevezetnek az intézmény felhozatalába. Színházi darabokkal és különleges koncertekkel kezdi az őszi szezont a Váci Mihály Kulturális Központ. A programokat úgy állították össze a szervezők, hogy minden korosztályt elérjenek. Az események az intézmény alegységeiben is folytatódnak. Idén is színvonalas programokkal készül az őszi és téli szezonra a Váci Mihály Kulturális Központ. A szervezők szerint fontos, hogy a kultúra minden társadalmi réteget elérjen, ezért a legkisebbeket például Halász Judit dupla koncert, míg az idősebbeket Nótaest várja. A legnépszerűbb programsorozat a Lehozzuk Önnek a Csillagokat. Nem véletlenül indítottuk már harmadszor el ezt a programsorozatunkat. Mondhatom, hogy a rendezvények 90-valahány százaléka full teltházas, pócékes teltházas rendezvényként vonul be a Kulturális Központ repertoáriába. Nagyon ritka, hogy ne adjunk el minden jegyet.
Ahhoz, hogy ezek a programok ilyen magas színvonalon megvalósuljanak, komoly infrastruktúrális háttérre is szükség van. A Váci Mihály Kulturális Központ fény- és hangtechnikája országos viszonylatban is megállja a helyét. Elsősorban ugye, mivel ez a nagy ház, itt a Váci Művészeti Központ már felújításra került, ezért most az önkormányzat figyelme az alegységei felé fordul, és a Városmajor Művészeti Központban, az Albaegési Művészeti Házban, itt bent a Kölyökvárban, illetve majd a Kertvárosban is indulnak munkák. A Butykai már közel van a befejezéshez. Ezek mind olyan jellegű beruházások, ami az igen elmaradott infrastruktúrát, belső-külső tető javításokat, ahol ez indokolt ablakcseréket tartalmazza, hogy tényleg a látogatók olyan helyre menjenek be, ahová nem csak érdemes belépni, hanem érdemes visszatérni. A részletes programok megtalálhatóak a Kulturális Központ információs pultjánál beszerezhető kiadványban, valamint az intézmény honlapján. Döntetlennel végződött a kisvárdai női kézilabda csapat székesfehérvári vendégjátéka. Az NB1 második fordulójában lejátszott mérkőzésen Vlatko Gyonovics együttese 23-23-at játszott a hazaiakkal. A kisvárda pénteken a Budaörs csapatát fogadja. A találkozó kezdetétől fogva ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, felváltva estek a gólok, 30 perc játék után 11-10-re vezetett a kisvárda. A második játékrész közepén 3 góllal ellépett ellenfelétől a vendégcsapat, de a fehérváriak nem adták fel, és a hajrá kezdetére ismét egyenlő volt az állás. Az utolsó percben még vezetett a kisvárda, azonban az utolsó találat az albafehérvári volt, így 23-23-as döntetlennel végződött a találkozó. Az eredménnyel nem vagyok elégedetlen, bár a második félidőben 3 góllal is vezettünk. A koncentráció azonban nem volt mindig megfelelő. Volt, aki nem oldotta meg a rábízott feladatot, de ebből is tanulunk, legközelebb majd másként lesz. A hazaiak edzője a mérkőzés képe alapján elégedett volt a megszerzett egy ponttal. A mérkőzés előtt is elmondtam, hogy egy nagyon erős kisvárdát fogadunk, olyan klasszis játékosokkal, akik több száz BL Európa Kupa meccsen vannak túl, és amit ma ez a csapat végezik, az mindenképpen dicséretes. A második fél időben egy picit elengedtük, amit az ellenfél edzés említett, ott volt egy gyenge periódusunk, ahol nem találtuk meg a támadó játékban a befejezéseinknek a pontosságát, de ezen nagyon jól átlendültünk a védekezésben, az megnyitott fölös védekezés az nagyon jól működött, ebből tudtunk vendeket szerezni és visszajönni a mérkőzésbe. Úgyhogy ez mindenképpen egyrészt példamutató, másrészt meg olyan szempontból bizalmat kell, hogy érezzenek a játékosok, hogy ez a munka, meg amit mi most haladunk keresztül, azt gondolom, hogy ez a jövő útja. Gratulálok a kisvárdának, mert azt mondom, hogy egy nagyon fel és egy nagyon kemény meccset vívtunk ma. A második forduló további eredményei a következők: Budaörs Győr 30-45, Debrecen Békés Csaba 37-25, Mosonmagyaróvár Ferencváros 13-24, Dunaújváros Siófok 20-26, MTK Budapest Eger 23-19 és Érd Vác 30-27. A kisvárda pénteken a Budaörs csapatát fogadja. Kiütéses Ibrányi győzelemmel végződött a labdarúgó megyei első osztály 5. fordulójának rangadója. Madarina György együttese 6-1-re verte a több mint egy órán keresztül emberhátrányban játszó Nagyecsedet. A tabella élén a 13 pontos Ibrány áll, jobb gólkülönbséggel megelőzve a Bakta Lóránd házát. A mérkőzés előtt mindkét csapatnak 10 pontja volt, így igazi rangadót várt a szép számú közönség. A hazaiak Kis Tamás révén már a második percben megszerezték a vezetést, majd a 10. percben Majoros góljával megduplázták előnyüket Madalina György tanítványai. A 24. percben a nagyecseri Nyírit kiállította a játékvezető, az emberelőnyt pedig 5 perc múlva kisváltott a gólra. A 36. percben nyíregyházi találatával szépítettek a vendégek, majd a meccs hajrájáig nem esett több gól. A 80. és a 89. perc között azonban Nagy Dávid háromszor is bevette az ecseri kaput, így 6-1-es hazai sikerrel ért véget a találkozó. Mindenféleképpen meg akartuk ezt a mérkőzést nyerni, hogy egy kicsit elszakadjunk az Ecsettől, mert szerintem az Ecsett nagyon-nagyon jó csapat. Nagyon sajnálom, hogy a mérkőzés így alakult, nem volt benne a 6-1, annál tényleg jobb csapat a Nagy Ecsett. Szerintem a fegyelmezetlenségüknek köszönhetik, hogy ez a meccs nem lett igazi rangadó. Tehát így, hogy a kiállítás megvolt, ráadásul rengeteget
foglalkoztak a játékvezetővel, aránylag voltak olyan helyzetek, amikor el is durvult egy kicsit a mérkőzés, sok volt a földön fekvő játékos, és ezáltal nem alakult ki olyan játék, mint szerettük volna, de hát ha megkönnyítették a dolgunkat, akkor köszönjük szépen. A vendégek edzője Ádámszky Róbert szerint a rossz kezdés és a kiállítás meghatározta a meccs végkimenetelét. Én a két potyagóllal kezdeném, második perc, tizedik perc, utána még ráadás volt a fegyelmezetlenségből kapott kiállítás, az már eldöntött a mérkőzést. Utána, magyarán mondva, tisztes becsületé hajtottunk, az úgy, hogy még 70 percig sikerült. Ennyi, sajnos erre nem tudok mit mondani, lehetne itt panaszkodni sok mindenre, én sose szoktam, most se fogok. A 9 perc alatt klasszikus mesterhármas szerző Nagy Dávid érthetően örült mindhárom góljának. Az első az mindenképpen tetszett, ugye, mert az törte meg az én gólcsendemet, aztán úgy érzem, hogy azzal már csapat mindenképpen megnyugodott, és sikerült bebiztosítani a győzelmet. A második az nagyon tetszett, az egy ilyen pengés megoldás volt, kis belső leertekeltem, harmadiknál pedig jó helyen voltam, jó időben, aztán így sikerült berúgnom. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Tiszakanyár 3-1, Vásáros Namény Kisvárda 2-1, Nyírgyulaj Nagyhalász 2-2, Gyulaháza Baktalórendháza 0-2, Csenger Tarpa 2-0, Mándok Tiszavasvári 3-0 és Balkány Fehérgyarmat 2-0. A tabella élén a 13 pontos Ibrány áll, megelőzve a szintén 13 pontos Baktalórendházát és a 10 pontos Nagyecsedet. A sereghajtó Tiszavasvári a mezőnyben egyedüliként még nem szerzett pontot. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Mindszenty József bíboros emlékére avattak szobrot a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Mária Pócson szombat délután. Az utolsó magyar herceg prímás, a magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja, felemelte a szavát többek között a zsidó üldözéssel szemben és a rendek bezáratása ellen is. A bíborost hamarosan boldoggá avathatják. Erről a Mindszenty Alapítvány elnöke, Habsburg Lotaringiai Mihály beszélt az ünnepségen. Nagy mennyiségű kommunális hulladék eltávolítását szimulálták a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei a Tisza-Vásárosnaményi szakaszánál. A nagy mennyiségű hulladék a Tisza felső ukrajnai áradásakor szokott a mederbe kerülni, amelyet aztán a folyó a magyar szakaszon rak le az ártérre. A vízügyi igazgatóság a szennyezés folyamatos és egyre növekvő terhelésére készül, ezért kezdték el az eszközhasználat és a technológiák elsajátításának begyakorlását. Több mint 52 millió forintból újult meg az egyes számú idősek klubja. A projekt fizikai megvalósítása idén márciusban kezdődött. A fejlesztés során fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés és teljes körű szigetelés is megvalósult. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 10-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Éjszaka is holnap a magasabb légrétegekben nyugat felől nedvesebb levegő érkezik fölénk, emiatt kedden nem lesz zavartalan a napsütés. Az előttünk álló éjszaka kevés felhő várható. Csapadék nem valószínű, mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol felhős idő várható, szűrt napsütéssel. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban egy anticiklonnak köszönhetően kevés felhő, sok napsütés várható, és számottevő csapadék sem valószínű. A nappali felmelegedés mértéke a hét közepétől ismét eléri a nyárias értékeket, de a hétvégén érkező hidegfront hatására ismét változékonyabbra, kicsit hűvösebbre fordul majd az idő.